Sziasztok, Ádám Valéria vagyok. A Művöltési Házban a kreatív relax foglalkozásokat vezetem, már többen találkozhatok velem. Találkozhatatok velem, hogyha még nem, akkor ezt majd a jövőben lehet pótolni. Most a Művöltési Ház felkérését fogadtam el nagy szeretettel. A Harry Potter bölcsekköve filmjének a 20. évfordulója van, és e kapcsán találtuk ki, hogy akár a filmből, vagy bármilyen érdekes dísztárgyat tudunk készíteni. Készültem egy pár dologgal, amit elsőként szeretnék megmutatni. Az egy nagyon mutatós kis hangulatvirágítás. Ezt egy boros üvegre fogjuk megcsinálni. Igyekeztem olyan dolgokkal készülni, amit otthon is beszerezhető. Egy-két dolgot persze lehet meg kell hozzá vásárolni, de nagyjából sok minden megtalálható hozzá otthon is. Többek között itt van egy üveg. Ez alapból már ilyen üveg. Hétvégén volt Valentin nap, és mi a férjemmel pesgőztünk. És ebből kifolyólag, ezt megláttam ezt az üveget, na mondom, hát van ilyen üveg is, akkor akár ilyenre is rögtön meg lehet csinálni, nem fontos befesteni, de akár ha valaki szeretné, még így is maradhat, mert ezen is különben meg fogjátok látni, mert ilyet is csinálok, mutatós lehet. De én most ezt egy szatinálóval fogom, egy ezüst szatinálóval fogom szivacsal bevonni. Nagyon egyszerű a módszer, ez egy sima mosogató szivacs, tehát nem kell semmi különösebb hozzá, persze ugye nem használt, hanem origin szivacs. És ez a szatináló, ez is szatináló, bármelyik hobbiboltban megvásárolható. Valamint kinyomok belőle, és később mindig pótolom a festéket, hogy ne száradjon be. És akkor elkezdem ezt így szépen fölvinni. A lényege az, hogy minél jobban széthordjuk rajta a festéket, mert így lesz ilyen áttetsző, és jól átjön rajta majd a fény, amit bele fogunk tenni. Ilyen apró mozdulatokkal tudjátok felvinni. Látjátok, hogy éppen csak belemártottam, és egy elég nagy felületet megkaptam, meg tudtam belőle festeni. Nem úgy működik, mint az akrilfesték, tehát ne várjátok azt tőle, hogy egy ilyen töményen befedi az egész üveget, hanem egy ilyen, tényleg egy ilyen áttetsző, ilyen jéghatású fedő réteget kap az üvegünk. Egy picit ezzel majd várni kell, de hoztam ide egy készet, amin megmutatom a további díszítést. Ennek körülbelül a szárítási ideje, hát hogy teljesen megszáradjon, az legalább egy óra, és akkor már lehet vele dolgozni, de inkább több szokott lenni, amikor már teljesen száraz, de már körülbelül egy óra múlva díszíthető lenne. Ilyen apró mozdulatokkal viszük föl, arra kell csak vigyázni, hogy a szivacsnak a formája ne az látszódjon, hogy ilyen kis négyszögletek vannak rajta, hanem így ilyen kis tamponáló mozdulatokkal körbeérünk mindjárt az üvegen. Az alját szerintem nem kell. Látjátok, nagyon egyszerű az egész. Ebből a szatinálóból van több szín is. Ez az egyik kedvencem, az ezüst, mert ez a legtermészetesebb, de ma készültem egy olyan tárgyal, ami nem csak ezüstöt fogunk használni, hanem pirosat is. Legyen valami szín is. Azért szeretem ezt a szatinálót, mert ez ilyen jó áttetsző hatása van. És mivel most ilyen világítós tárgyakkal készültem, ezért ez az áttetsző, ez így jobban mutat ezeken, mint hogyha egy töményen befestenénk. És a világításra készültem, azért mondtam az elején, hogy akár maradhatna így is az üvegünk, mert akár ezen is jól mutat. És amit rá fogunk ragasztani, azt rá lehet ragasztani rendes, sima üvegre is. Azt nem mondtam az elején, hogy ezt mossuk el, ez már elmosott üveg volt. Egy kicsit mosogató szeres vízbe, hogy zsírmentes legyen. És akkor jó szárazra megtörölni.
és már mehet is rá a szatináló. Vagy veszek egy ilyen BB üveg pezsgőt, ami már meg is van alapból a szatináló. Na. Szóval ezt körülbelül egy óra hosszú múlva lehet ehhez hozzányúlni. És akkor, szóval, hogyha megszáradt az üvegünk, utána rá tudjuk ragasztani a feliratunkat. Ezzel előre készültem, ezt ki kell nyomtatni. Így látjátok, ez így be van szerkesztve, hogy körülbelül az üvegre mekkora Harry Potter felirat kellene. Én ezt otthon kivágtam, hogy ne itt kelljen kivágni. Ez szépen ott, nem mondom, hogy könnyű, de nem is nehéz, de azért el lehet vele szűtjögni, mire ezt így szépen körbe vágjátok. És amikor készen van, hogyha valaki jártas dekopásba, akkor akár rá is dekopázsolhatja. De én most nektek egy hobbi ravasztót hoztam, ezzel fogom megmutatni, hogy kell rátenni. Ezzel is teljesen egyszerű, ez egy express hobbi ravasztó. Kicsit be kell a hátulját ravasztani, és mehet is rá a szatinálok, a szatinált felületű üvegre. Itt van a kivágott minta, és ezt így szépen befestékezem, vagyis beragasztózom több helyen. Ez erre akár a Technopol is jó, ami van otthon a családban, vagy akár még pillanatragasztó is, tehát bármi ráragad erre a felületre. Tehát amiatt nyugodtan lehet bármilyen ragasztót otthon használni. Otthon, ha ilyet csinálok, akkor azt én dekopázsal szoktam, de az a talán legbiztonságosabb, azzal lehet legszebb felületet elérni, de ezzel is teljesen jó lesz. Néha lesek, hogy egész pontosan hogy van a betű sorba, mert ugye darabonként kivágtam, és akkor már legyen úgy, ahogy eredetileg van, egymás alatt fölött a betűk. Nálunk a családban mindenki Harry Potter rajongó. Férjem, gyerekek, unokák, mindenki, sőt, már angolul is elolvasták, már minden. Egyébként megmondom őszintén, én még egy filmet sem néztem teljesen végig, de már van olyan része a filmnek, amit legalább 15-ször láttam. Vannak olyan részek, mert már olyan sokszor megnézték, és így miközben én nem tudom. Veszek a lakásba, akkor ugye hallom, hogy megy és látom is. Így van, amit már sokszor láttam. Ilyen lámpát már készítettem a családba, több családtagnak is, mert nem szeretik Harry Pottert. Látjátok, stílusosan is így ezzel a pólóval készültem itt. Ezt is lehet, hogy ismeritek, ezt a dobozkát, ebbe bögre volt. Egyébként meglepődtem, hogy már 20 éves Harry Potter, tehát az első filmje már 20 éves, tehát nagyon szalad az idő. Minden videónál ki fogjuk írni, hogy mire van szükség, milyen kellékekre, tehát most ne jegyen meg senki, ha nem kezd el jegyzetelni, mert mindenki lesz írva a videón, hogy milyen kellékek kellenek hozzá. Ugye rajta van, hogy Harry Potter. Utána van egy ilyen nagyon jó pofa üvegünk. Világításunk, bocsánat, nem üvegünk. Ami 20 levégős, és olyan a teteje, mintha a dugó lenne.
így szétszedjük. És bele fogjuk helyezni az üvegbe. Valamikor egy kicsit elakad az égő, valamikor első előttön sikerül, de valamikor egy kicsit elakad, akkor egy ecsettel bele lehet nyúlni, vagy nem is elakad, nem is az a legjobb szó rá, hanem így nagyon egy helyre tömörül az egy-egy égőcske, és akkor ott egy kupacba ég az egész, akkor egy ecsettel szoktam bele nyúlni, és akkor az ecset szőleivel egy kicsit megmozgatom ezt az égősort, és mindjárt a kicsit elmozdulnak a kis égőcskék benne. Ez gyerekekkel is, kicsikkel, nagyokkal is lehet csinálni. Ugye olyan azt, hogy felnőtt csinálja, de ezt is szerintem egy kisgyerek is nagyon szívesen így részt vesz ebben, hogy itt bele duttosgatja ezt az égősort. Na, nagyon hangulatos, mindjárt meglátjátok. És akkor azt mondjuk neki, hogy lumosz. Ismeritek? És már ég is. Ugye milyen klassz? És akkor ez egy olyan égő, amiben itt a hátulján van a három kis elemmel működik, azt ki lehet cserélni, úgyhogy ez egy pótolható, tehát ha kifogy, akkor nem kell kidobni. És ez egy nagyon kis hangulatos otthon. Akár a gyereknek is éjszaka, éghet végig, ha fél, ilyesmi. Úgyhogy bátran álljatok neki. És mutatok nektek még egy mécses tartót. Egyébként ez amúgy is mécses tartó volt, egy karácsonyi. Biztos sokan ismeritek ezt a poharat. Leszedtem róla ezt a műanyag felületet, és újra felhasznosítjuk, csinálunk bele egy másik mécses tartót. Hoztam ide egy készet, csak hogy ne minden ezüstszínű legyen, most megmutatom ezen nektek, ahogy az előbb ígértem, hogy milyen esetleg a piros. Utána majd meggyújtjuk azt a mécsest, ami benne van. Majd meglátjátok, hogy milyen nagy a különbség. Ez is áttetsző lesz, de ugye sokkal élénkebb, erősebb a színe, nem annyira, mint az ezüst színűnek. Ugyanaz a feladat, a felvitel, ugyanazt kell csinálni, mint a másiknál, az ezüst színűvel. Itt is meg kell várni a száradást, és csak utána lehet ráragasztani a feliratot. Ugye ez a felirat már nagyon picike, de ugye ehhez van szerkesztve. Én ott már nem vágtam ki teljesen, hanem a Harry meg a Potter azt így egybe hagytam, és akkor egy kis fehér rész maradt rajta, de szerintem ez nem veszít az értékéből emiatt, hogy egy kis fehér rész maradt rajta. Viszont sokkal könnyebben kezelhető a papír, amit ragasztuk. Rá lehet ragasztani, kipróbáltam egyébként ezzel is, ezzel a stift ragasztóval, de annyira picike a felület, amit beragasztózunk, hogy szinte majdnem, hogy eltépi a papírt, ahogy itt húzogatom rajta a stiftet. Tehát azzal nem volt túl kényelmes. Most ennek is a tetejét meg lehet csinálni, fekete, ezt egyébként a fekete akril festékkel csináltam, ennek a tetejét is meg lehet csinálni, ha valakinek ez tetszik. Úgyhogy ezt most nem is fogom teljesen befejezni, ugyanígy ezt a Harry Pottert rá kell ragasztani, és akkor ebből is megvan egy jó pofa hangulat világításunk a lakásba. Ebből a szatinálóból egyébként van még arany, bronz, kék, zöld, tehát van belőle választék, hogy milyen szint szeretne választani. Most hoztam bele két mécsest is, úgyhogy megmutatom nektek, hogy milyen, amikor egy ilyen szint választatok, ezt a pirosat, vagy ezt a másikat, hogy mutat benne a világítás, vagy a hangulat inkább, mert a világítás. Nézzétek meg, hogy milyen. Hát nekem továbbra is az ezüst a kedvencem, de mindenkinek szíve joga, hogy melyiket szeretnék készíteni.
Most egy üvegdíszítést fogok nektek megmutatni, amit aztán otthon a ki hogy szeretne variálni. Akár lehet rafiával, vagy madzaggal tekerni a tetejét az üvegnek, ez teljesen rátok van bízva, vagy akár fonallal is. Én a madzagot választottam, hoztam egyet, mutatok egyet készen. Ez egy nutellás üveg. Én azért választottam ezt az üveget, mert ennek sík a felülete, és így valahogy úgy éreztem, hogy ezen jól rá lehet ragasztani a feliratot, de egyébként egy kerekebb felületre is teljesen jól ráfér, de én mégis ezt választottam. Úgyhogy ezt teljesen így hagyjuk most csupaszon az üveget, és meglátjátok, hogy így is nagyon jól mutat benne a világítás. Ezt is el kell mosni, zsírtalanítani, hogy szépen szép legyen a felület. Ezt addig félretesszük. Ha valaki szeretné, akár az aljára is készíthet egy 5-6 sor díszítést fonallal vagy madzaggal. Én most erre nem fogok tenni más, de hogyha valakinek a fantáziájában van egy ilyen ötlet, akkor nyugodtan megcsinálhatja így. Ragasztó pisztoly kell hozzá. Vigyázzatok, ugye ha aki ismeri és már használta, tudja, hogy milyen égési sérüléseket tud okozni. Lehet, hogy én is fogok egy pár szót sziszegni közben, és akkor ezt elkezdjük szépen föltekerni. Az elején, ahogy ugye elkezdjük, nem is kell ezt leszedni róla, mert ugye úgysem fog látszani, hogy szépen, ahogy így tekerjük körbe, spirál alakba, mindig nem kell az egészet elnyomni, majd mindig ragasztóval, hanem csak mindig egy-egy szakaszon, mert azért ez jól összetartja magát. Az elején egy kicsit többször teszek rá, és akkor utána egyre kevesebbet fogok rányomni. És kinek hogy kényelmes, vagy a madzakot tekeri, vagy a kis üvegtetőt tekeri, ahogy szeretné. Csak vigyázzon mindenki a kezére, hogy nehogy megégesse. Rátekertük a madzagot, fogjuk a égősorunkat, ez is egy 20-as égősor, általában a hideg színeket szoktam ehhez választani, mert vannak ebben ugye a hidegfehér meg a melegfehér, én mind a kettőhöz most a hidegfehéret választottam. Kicsit szétszedem, mert akkor úgy jobban mutat, ha ilyen össze-vissza van benne. De igazándiból itt is az a feladat, mint a másiknál, csak ugye itt az üveg mérete más. Szedtük, ezt lehet ügyesebben is, mint ahogy most én csináltam, de beletesszük az üvegünkbe. Ugyanígy így belegyűrjük, mint a másiknál, de akkor így lesz minél hangulatosabb. És a kapcsolót pedig ide bele fogjuk ebben ragasztani. Arra vigyázzatok, hogy amikor beleragasztátok, az a vég, azt a felét ragasztátok bele, ahol az elemet nem kell cserélni. Tehát ahol az elemet kell cserélni, az legyen fölül. Az a része. És akkor, ahogy ezt ugye így beletesszük, itt tudjuk a kapcsolót irányítani, és egy ilyen szintén nagyon hangulatos kis. Akár lehet az aljába, ha vannak otthon kis gyöngyök, azt is bele lehet szórni, vagy homokot, kavicsot, bármit így az aljára még, az is egy jó pofa minta lehet. Ezeket a szüveleket gondoltam mára megmutatni, ilyen kis hangulatvilágításként. Amúgy is még ugye sokáig sötét van, és akkor ezzel tudjátok egy kicsit feldobni a hangulatot, még így februárban, márciusban.
legközelebb pálcát fogunk készíteni, varázspálcát, akkor is várlak benneteket szeretettel, köszönöm szépen! A szükséges anyagok, alapanyagok nálam beszerezhetőek, úgy, mint az égő, vagy a szatináló, úgyhogy bátran keressetek ezzel kapcsolatban.